PS nem rovák. Egy üzletben. Nekem is nagyon tetszik az a ruha. Főleg azzal a pólóval. Nagyon jól áll. Nem, drága? Nagyon szép fiunk van. Megveszem neked azt a ruhát. Báttálé, bátya, báttálé. Báttálé. Várja, bátya, mondja fiam. Mondja. A bogákat. Egyem azt a jó senkedet, na. Öcsém, gyere erre, gyere gyorsan. Hozzá neki egy elleset, na. Ne, Cilvi, te meg a lányodat nézd, nesze, kim van a segged belőle? Mi a ribanckodsz már most? Nesze, mondtam ezért nem kell egy, de mondd, nesze milyen lányod van? Mi agyon vernek mind a kettőtöket? A pénzemet viszitek, csak állandóan azt izének öltözködtök mind a ketten. Amikor egy nem roma srác próbál udvarolni egy roma lánynak. Szia, én Balázs vagyok, már messziről figyeltelek. Nagyon szép a szemed, és a hosszú fekete hajad is nagyon tetszik. Heltán basznál. Na fogd meg magadat nagyon gyorsan, azzal a lendülettel, amilyen lendülettel ide mellém lecsaptad magadat, te magyar, azzal a lendülettel takarodj innen, de nagyon gyorsan. Meg ketté töröm a szádat. Amikor egy roma lány próbálja bemutatni a családjának a nem roma barátját. Hát Balú, most akkor tényleg menjünk föl hozzám. Persze, drágám, nem lesz semmi. Menjünk csak. Nozsa. Fú, de sokan vagytok. Ha, szép nagy család. Sziasztok, én Balázs vagyok. Aktáli öcsém. Mi az, hogy sokan vagyunk? Na fogjál meg egy cseprint a kezedbe, meg egy lapatot, azt takarodj átra a disznókhoz. Szedjed felfele a szart, meg a szalmát, csinál meg nekik szépen, mert az álladat ketté töröm. Rafi, menjetek, segítsél neki. Na induljál. Elnézést. Uram, bocsánat, tényleg nem rosszból értettem. Nem baj, akkor is takarodjál a lányomhoz, meg úgy merjél nyúlni, hogy a két kezedet, a két lábadat a három fiambal. Nagyon nagy fiúk, most szabadult mind a három. Agyon veretlek velük. Rámán, fejezd már be. Hagyjad már ezt a fiút. Hát ne szemjen aranyos, nem, jó, mindjárt sír már. Na jó van, fiam, gyere ide. Cilvikém, főzél neki valamit gyorsan, meg igyál. Egyetek, igyatok, fiam. Vigyázzál már itt a lányomra, mert tényleg megölnek ezek. Ahogy a romák utaznak és viselkednek külföldön. Vies? Ahogy a nem romák. De jó, hogy végre külföldön vagyunk, és együtt nyaralunk. Végre pihenhetünk. A sok fáradalmakat ki tudjuk pihenni. Gyorsan menjünk is el egy masszázsra. A telefonokat pedig rakjuk le. Hát, te gyerek, a bőrönbe anyád belerakott minden. Húzzom a fejedbe bele. Te nő, hát segítsél már a gyereknek. Hát a kisgyereknél, ha... Fél méter nincs a gyerek, azt ő húzza a nagy bőröndöt. Uram, az útlevelet légy szíves. Szervusz, öcsém, jaj, ne arra úgy, hogy ilyenek vagyunk, csak tudod, kicsit szétszórt a család. Megyünk nyaralni. Jaj, nagyon sokat fizettem, szép testvérem. Fizettem, vagy 3 milliót. De nagyot nyaralok itt a tengerpart. Hely, szerelmel kapcsolat, meg Gusztit, bármelyiket, mert nagyon szeretem azt a csávot. Anyám, nézed a live-ot? Szevasz, anyám! Nagyon szeretlek, halljak meg. Dik, itt a cápák között fürdik a cigánygyerek. Nesze, az irigyeim is nézik. Hát sokan vagytok. Aztán úgy ugattok, mint a kutyák. Hát menjetek arrébb. Látjátok, hol van a cigánygyerek? Lenéztetek, azt itt vagyok. Cápák köz fürdőn. Komoly dik pálmafák, színes koktélok. Na nézzük, hogy Valentin napoznak a romák és a nem romák. Szia, kicsi szívem. Valentin nap alkalmával... Rendeltem egy szívalkó pizzát. Nagyon szeretlek, nagyon vártam ezt a napot. Igazából hozzám jössz feleségül? Igen, tiha miért? Oh, szeretlek, kicsim. Nagyon szeretlek. Jaj, papucsika. Én is nagyon szeretlek téged. És a századszorra is igen. Igen. Na báttáló, kicsim. Hazajött apa. Hazajött apa. Na mindjárt apádba is beleverek egyet, meg beléd is. Hát Valentin nap van. Húzzon bele a fejedbe. Valentin nap van, gyász. Na, hogy a gyász egyek, ki neked is a fejedet, meg anyádnak is a fejét. Hát dolgozik az ember, hazajövő, büdösen, izzadtan, azt te egy meleg víz nincs nekem engedve, a kaja is száraz. Hogy húzzon bele az agyadba, ilyen Valentin naposan. Mit csináljak Valentin nap? Akkor fogjál magadnak egy gádzsót. Egy gádzsó majd idehoz, izé jön neked, fehér hintóban jön neked a szőke herceg, az izé, boldog Valentin napot. Még kell így beszélni velem, no? Robi, bazd meg. Ne sírjál nekem. Ne sírjál, ma agyonváglak. Indítsd el a kemát, azt... Mozogjon rá a pecked, oda befekszek, majd ezt mozgassad magadat kemára.
Valentina pozza meg a fejedet. Nézzük meg, hogy hogyan viselkednek a romák és a nem romák, mikor megjön a fizetés. Nyuci, képzeld, megjött a fizetésem, és félre szeretnék tenni belőle. Szeretném Nikivel, ugye a barátnőmmel tudod, szeretnék felújítani a lakást, ágyakat venni, bútorokat, szeretnénk felújítani az egész házat tulajdonképpen. Szasztubattáló! Fizetés érkezett, ami azt jelenti, hogy öcsém, mennyit adjak kölcsön? Gyere, adok 1 millió, adok 2 milliót a gyászba! Anyám, veszek neked egy kávéfőzőt a gyászba! Apu, neked egy komoly számítógépet, jó, megvesztem! Szevasztok, magamnak veszek, vagy 3 tévét! Feleségem, mi kell neked? Megveszem neked az egészet, amiket mondjam, bazd meg!